Start. Kicsit kaotikus volt a start, mindesetre elindul a nyeretlenek versenye, ami a lényeg, hogy tulajdonképpen hiba nélkül azért elkezdett mindenki, ezt el lehet mondani Alfa Boyra is, aki nagy léptekkel azonnal az éretől vezette át a favorit 2-3 hosszal, álom szépével szemben. A háttérben Angelónak vannak problémái, Zelenaut egy kicsit fennakad rajta, de azért nagyobb probléma nélkül azért lassacskán talán ki tudja kerülni. Alfa Boy, illetve mögötte álom szépe, bent a falon ott van Aranypók, kívül pedig Zsátár Csiga, Zénó, Bokó, Zárkóz és Zelenaut. Ez a lovak sorrendje, amikor a mezőny ráfordult az egyenesre, és hát egyelőre a legutóbb biztos nyerőként hibázó favorit nagyon-nagyon stabil előnnyel rendelkezik. A háttérben Zelenaut is galoppozik, ő is ki fog esni a versenyből. Egy körrel a végéért legalább 10 méter Alfa Boy előnye álom szépével szemben. Zsátár Csiga mellett közben feljött a harmadik helyre Aranypókot előzve. Aranypóknak is vannak azért problémái. Aranypók mögött Zénó, Bokó, mellettük pedig Zárkóz. Kicsit lemaradva, sőt nem is kicsit, legalább 15 méterrel Zero Spiel és Aviátor még látótávolságon belül. Amikor a kanyarban a mező, közben Aranypókot is diszkvalifikálják, Alfa Boy folyamatosan tudta növelni az előnyét álom szépével szemben. Zsátár Csiga, Zárkóz, Zénó, Bokó a lovak további sorrendje, amikor már csak egy jó 800 méterre lett hátra. Hát egyelőre Alfa Boy úgy fut, hogy várni lehetett, és előnyét folyamatosan növelve, ez most már 25 méter biztosan száguld a győzelem felé. Mögötte négyen csatázhatnak talán a dobogós helyekért álom szépe, Zsátár Csiga, Zárkó, Zénó, Bokó, a háttérből talán még Aviátor és Zero Spiel is egy kicsit közelebb tud majd kerülni a fronthoz. Amikor az utolsó kanyarhoz ér a mezőny, akkor sincs változás, Alfa Boy továbbra is rettenetesen magabiztos, most nagyjából 20 méter lehet a fória az üldözőkkel szemben. Hárman vannak ott fejfejt, a második, negyedik helyen álom szépe, illetve ott van Zsátár Csiga, egészen kívül pedig Zárkóz, mögöttük pedig Zénó, Bokó, azért nem jön rosszul Zénó, Bokó, kérdés, hogy majd lesz-e helye a befutóban. Alfa Boy a finisre fordul, itt akadtak neki problémái néhány héttel ezelőtt, ezúttal át tud jönni a kanyaron, ráfordul most már az utolsó 100 méterre, óriási a fölénye, 30-40 méteres, négyen csatáznak a placokért, ott van álom szépe, Zénó, Bokó, Zsátár Csiga, Zárkóz, óriási a küzdelem, Alfa Boy pedig úgy nyer, ahogy akar, óriási stílusban. Alfa Boy elveszíti a nyeretlenségét, jön Zsátár Csiga kívülről, házi befutót hozta át a futam, Zsátár Csiga lehet majd a második. Harmadik lehet álom szépe, Zárkóz, Zénó, Bokó, mögöttük a sorrend. 1-2, start! A második nekifutása eljön, a második futam, ez a sorsdíj, az éről fordult kettős, egy teljesen fejfej mellett jön belül, Zitzer mellette zuhattak, viaskodnak szó szerint a frontban, Winifred-el pedig nagyon hamar rászaladnak a többiek. Jó startot vett Topap, de hát azért egy jó 100 métert elteltével már jó néhányan megelőzik Zabrina, és kimondottan jól indult, és Magic Bax is ugyanezt tette. Ami a frontot illeti, hogy picit lassítanak az élen lévők, Zitzert, Nyilasi Bálint visszaveszi a második helyre, úgyhogy zuhattak, most már egyedül marad a frontban, viszont pillanatok alatt most már meg fognak talán mögéjük érkezni a többiek. Winifera M, illetve Magic Bax és Zabrina vezetésével, Beddington Ultimate Force, Top Up és White Plains, ez a lovak további sorrendje. Az első egyenes közepén Zoltak K még mindig a frontban van, az élen van, Zitzer mellette mögötte nagyjából egy hosszal, megérkezik mögőjük bent a falon Magic Bax, nagyon-nagyon jó pozícióban várhatja majd a második kört Magic Bax. A favorit Winifred M is közel van a második kettes fogat külső tagjaként, majd jön Beddington, Beddingtont egy hosszal követi Zabrina, Zabrina mellett Ultimate Force. A sor végén egyáltalán nem kiszakadva White Plains, illetve Top Up 2, se utóbbi csúszik most vissza az utolsó, a 9. pozícióba. Zitzer ismét fejfej mellett jön Zuhatak K-val, a starttól kezdve tulajdonképpen ez a helyzet, belül Zuhatak K mellette Zitzer, majd érkezik Magic Bax és Winifred M, kettőse Winifred M mellett ott balján, ott van Beddington, Zabrina kézből jön, Ultimate Force kézből jön, White Pants is megérkezett, Top Up is ott van, teljesen együtt van a sorsdíj mezőnye, amikor már az utolsó 800 métert kezdi a társaság. A Zuhatak K-nak van egy minimális előnye a többiekkel szemben. Az első, harmadik spúros roham, az White Plains-é úgy fest kívülről, ifjabb veressel elindul White Plains, és kezdi előzni szép sorban a többieket. Ott már a harmadik, negyedik hely környékén óriási a tumultus a frontban, harmadik, negyedik spúrban is feltűnnek a lovak Zabrinával is, talán most már egészen kívül elé fog indulni Kári. Top Up csúszik vissza 2-3 hosszas hátányban a mezőny végére. Zuhatak K, Zitzer, White Plains, Magic Bax is nagyon jól jön, Winifred M viszont kezd fáradni némi meglepetés.
se, most megy el mellette Zabrina, bent a falon Beddington, Ultimate Force sem tűnik annyira erősnek, mint talán vártuk volna. Bent a falon zuhat a K, még mindig vezet mellette, Zitzer könnyen jön, Wildpence is könnyen jön, Magic Box is ott van a frontban, középen pedig Zabrina fog majd rohamozni, óriási küzdelem az utolsó 200 méteren, hárman fejfej mellett vannak belül, zuhat a K, óriásit védekezik, Wildpence támadja, Erdeivel zuhat a K, nagyon erős, gyorsít, erősít a végén, zuhat a K, szinte végigvezetve, megnyeri a futamot, zuhat a K, Zitzer, Wildpence, ez az első három, negyedik Zabrina, ötödik Magic Box. Start. Start elindult a napi amatőr verseny, jól kezd kívülről Núbia, Dacia Turgo is visszalag, jól jön el, bár egy picit bizonytalannak tűnik, Núbia, Dacia Turgo, bent a falon pedig Talizmán, ez egyelőre a lovak sorrendje, szépen együtt, még persze csak az első kanyarán járunk a mezőny, Nickelinodére mögé helyezkedik a favorit Universal Boy, egyel jön mögötte Tommy Lee, majd Rolling Stones és Tiny Angel, a lovak további sorrendje, vezet Núbia, jó startjának köszönhetően, másfél osz nagyjából az előnye, Dacia Turgoval szemben, aki most már elhelyezkedik mögötte a második pozícióban Núbia, Dacia Turgo, illetve Talizmán, Nickelodeon, illetve mellé majd talán lassacskán megérkezik a tréningtárs, Tiny Angel a sor végéről megindul, és egy nagyon gyors szakaszsal még az is lehet, hogy itt az egyenes közepére érve át fogja talán majd venni a vezetést. Hirtelen felbojdulott a sorrend, nem diktál különösebben nagy tempót Núbia, erre tett le egy lapáttal Tiny Angel, és még egy lapáttal rátesz Universal Boy, aki megelégeli ezt a kicsit totyorgós tempót, és elviharzik mindenki, mert a favorit, mikor már csak egy kör van hátra, elmegy 5-6 hosszal vezeti, sőt, ez az előny, ez most lassan 10 méteresre is tehető. Universal Boy megrántotta a mezőn, Tiny Angel jön mögé, most már a második helyre, Núbia, Dacia Turgo mögöttük a sorrend, aztán érkezik Nickelodeonre, a folytatásban Talizmán, Tommy Lee és a Rolling Stones, még mindig a mezőny végén. Első és utolsó között most már azért legalább 40 méter lehet a távolság, vezet még mindig Universal Boy, úgy tűnik, hogy Tiny Angel egyedül egyelőre az, aki mögött tud helyezkedni, vagy tudja egyáltalán vele tartani a lépést. Núbiára szalad rá Dacia Turgo, Nickelodeonre, ami meglepetés, hogy Tommy Lee egyelőre csak a hetedik pozícióban, meglehetősen messze. Az utolsó 600 méterhez érkezve Universal Boy előnye nagyjából 10 méterre tehető Tiny Angel-lel szemben. Tiny Angel mögött Dacia Turgo, úgy tűnik, hogy most már begyújtja a rakétákat. Dacia Turgo nagyon frissnek tűnik, talán ő még a vezető favorita is jelenthet némi veszélyt a finisse fordulva. Nickelodeon reméljük az, aki a háttérben megindul, a többiek azért alig fognak innen már felérni, Tommy Lee helyzet is meglehetősen nehéznek tűnik. Universal Boy előnye 15 méter, és már az utolsó 300 méter tapossa, Tiny Angel kezd fáradni, most már azért Dacia Turgo sem tűnik annyira frissnek, mint a túlsó oldal végén, Nickelodeon viszont elindul, ott lehet majd a dobogón. Universal Boy Gyolai Zoltánnal egyelőre nagyon-nagyon magabiztosnak tűnik, az utolsó 100 méterre kezdi, legalább 20 méterrel vezet, alig ha lehet megverni Universal Boy Gyolai Zoltán. Ismét nyer egy amatőr versenyt, ez idén már a harmadik győzelme. Universal Boy nyeri ezt a futamot mögötte. Tiny Angel lesz a második, hiszen hibázott Dacia Turgo a befutóban. Harmadik helyre jön Nickelodeonre, negyedik lesz végül Tommy Lee, ötödik pedig Talizmán. Start. Start elindult a nap negyedik futama, ez a Joker díj zongorista és a régen látott Zimmezum kezd egy kicsit gyengébben. Villám Ergi viszont nagyon erős már az első métereken is elmegy vezetni. Zeta Jones szárkozik mellé, sőt mögé. Vadon Cesbé viszont másodfavoritja a futamnak, eldobja magát, ez mindenképpen meglepetés. Vadon Cesbé kiesik a versenyből. Villám Ergi, Zeta Jones, Vegas, Winnerboy, ez most a sorrend az első négy helyen. Vadon Cesbét természetesen diszkvalifikálták, zongorista, Zimmezum pedig a sor végén egy jó 20 méteres távolságból követik ők a vezető lovakat. Zimmezumnak is gondjai vannak a kanyarban, ő is elbizonytalanodik, sikerül azért viszonylag hamar rendezni a mozgását, tehát ezzel gyakorlatilag Zimmezum is kiesik ebből a versenyből. Villám Ergé mellett folyamatosan ott van Zeta Jones, félhossz nagyjából a két lov közötti különbség, Vegas nagyon közeli harmadikként üget, tőle egy-két hosszra jön Winnerboy, és szép lassan most már zongorista is talán meg fog érkezni a vezető kvartett mögé, nagyjából 30 méter Zimmezum hátránya velük szembe. Amikor újabb kanyarhoz ér a csapat, Villám Ergé továbbra is vezet, mellette egyedüli második spúrosként Zeta Jones verseny, ez Villám Ergé, Zeta Jones, Vegas, nem nagyon változott a sorrend az elmúlt 4-500 méteren. Aztán a folytatásban jön Vegas, talán Zeta Jones-ot, akit most diszkvalifikáltak jármódja miatt, úgyhogy ő kiszáll onnan abból a versenyből. Winnerboy marad így a harmadik, és a zongor is a szép lassan jön így előre, most már ott van a közeli negyedik pozícióban, és hát az sem biztos, hogy a zárkózgató Zimmezumnak nem osztanak még lapot esetleg az utolsó 600 méteren.
Villám Ergi egyedül vezet, tisztán nincs mellette senki, mögötte nagyjából másfél oszta mindig Vegas, Winterboy zongorista, Zimmezon pedig belerendül lassaskán, és megközelíti zongoristát az ötödik pozícióban. Villám Ergi az utolsó 600 méterre fordulva őrzi vezető pozícióját. Vegasszal is ugyanez a helyzet, nincs abszolút változás, Winterboy a harmadik, zongorista a negyedik, Zimmezon pedig még mindig az ötödik helyen. Villám Ergi, illetve Vegas között nem csökken a távolság, ez nagyjából kettő hosszasra tehető, a vezető hármas pedig minthogyha kicsit kezdene távolodni zongoristától, akinek a nyakán ott van Zimmezum. Villám Ergi, illetve Vegas és Winterboy továbbra, és Vegas lett talán majd egy komolyabb kihívó, Vegas megpróbálja megtámadni Villám Ergét az utolsó 150 méterre fordulva, belül Villám Ergi, mellette Vegas, Vegas nagyon-nagyon jön, Vegas erősnek tűnik, Villám Ergi védekezik, belül Villám Ergi, Vegas támadja folyamatosan, Villám Ergi azonban ezt a támadás kivédés megnyeri a futamot. Villám Ergi, Vegas elfárad nagyon a végére Winterboy, így is ott marad majd a harmadik helyen zongoristával és Zimmezummal szemben. Start. Start elindult a védelem, handicap, Serafina Ketti veszi a legjobb startot, és nem biztos, hogy ő megy el vezetni, mert Rosamundi is begyújtja a rakétákat, bent a falon svéd barát is szaporáz, a Serafina Ketti, Rosamundi svéd barát, Kelvin Éti, ez egyelőre a sorrend, aztán a folytatásban ott Padova is érkezni látszik, Renoir leg, illetve Pozsony, Macsetta pedig egyelőre a sor végén, és amikor az első kanyar az ér a mezőny, még mindig elég komoly a pozíció, ha svéd barát nem szívesen adja át a falat Serafina Kettinek, aki folyamatosan próbálja őt támadni. Belül svéd barát, mellette Serafina Ketti, kívül Rosamundi, a vezetők mögött egy kicsit szélárnyékban az egyik favorit Kelvin Éti, aki mellé szép lassan a másik nagy kedvenc, a Renoir leg is meg fog érkezni. Mögöttük nagyjából egy hosszra jön Padova, további egy hosszra a régen látott Pozsony, a sort azért nem kiszakadva, de Macsetta zárja. A túlsó egyenes közepén kierőszakolta magának Serafina Ketti a vezetés mögötte nagyon együtt az egész mezőny. Ott van még mindig svéd barát, remek pozícióban Rosamundival fejfejt. Serafina Ketti, svéd barát, Rosamundi. Majd érkezik a két favorit a negyedik, ötödik helyen. Belül Kelvin Éti, mellette Renoir leg. Aztán Padova, Pozsony, illetve Macsetta. Ők hárma liba sorban egyelőre a hatodik, hetedik és nyolcadik helyen. Közepesre vált a tempó. Serafina Kettit most azért nem támadja senki, úgyhogy nagyjából vezet is egy hosszal, amikor a mezőny ráfordul a befutó egyenesre, de nagyjából még azért hátra van egy 1400 méterünk a védelem handicapből. Serafina Ketti mögött még mindig kívülről Rosamundi látszik, a második pozícióban bent a falon svéd barát remekül tartja magát, a két favorittal sincs probléma, ott helyezkednek közvetlenül a vezetők mögött, Kelvin Éti és Önállek fejfejt, Padova mellé közben a háttérben felzárkózik Pozsony, a sor végén mindig Macsetta, nagyjából egy hosszas hátrányban az utolsó előttiként ügető Padovától. Újabb kanyarban a csapat, nagyjából 1000-1050 méter lehet még hátra. Ebből a hosszú távú futamból Rosamundi felügyet most már a vezető Serafina Ketti mellé. Serafina Ketti és a Rosamundi, majd svéd barát Renoir leg. Bent a falon az ötödik helyen még mindig Kelvin Éti mellett most már Pozsony, mögöttük Padova, illetve Macsetta, ki azért egyelőre még abszolút nem indított támadást a többiekkel szemben. Az utolsó 800-ra fordulva sincs még komolyabb mozgolódás, Serafina Ketti még mindig őrzi vezetőhelyét Rosamundival szemben, most már azért Nagy Ferenc is elindul Macsettával, úgyhogy tovább is 15-20 méteren belül az egész mezőny, és most alakulnak ki a kettes fogatok méghozzá egészen pontosan 4 darab. Így jön a csapat az utolsó fordulóra, Serafina Ketti hozza a társaságot Rosamundi társaságában. Serafina Ketti, Rosamundi, svéd barát Renoir leg, Kelvin Éti, illetve Pozsony, aztán pedig Padova és Macsetta. Tehát ez most már azért a finish, az utolsó 400 méter, az utolsó 300 fog dönteni, egy gyors szakasz, hogy kinyeri majd meg ezt a futamot. Renoir leg elindul, kiveszi Tancer Tamás a harmadik helyről, ő lesz az első, aki megtámadja a vezető lovakat. Renoir leg megindul, és ha Renoir leg megindul, akkor lehet, hogy eldönti a versenyt. Pozsony lett talán az ellenfél, bár Rosamundi próbál gyorsítani, Kelvin Éti nem nagyon tud jönni. 100 méter van hátra, Renoir leg biztos első, Pozsony az utolsó méterken próbál elindulni, de nagyon közel most már a cél. Renoir leg Tancer Tamással megnyeri a védelem handicapet, mögötte Pozsony lesz a második, az utolsó métereken elindul Kelvin Éti, de nagyon nagy versenyt fut Padova, könnyen lehet, hogy ő lesz majd a harmadik, közel ötödik Rosamundi. Start. Start elindult a napi főfutam, ez az Erjódi kettőkörös verseny, kívül Protecta Ferm rettenetesen bekezd, és úgy fest, hogy elmegy majd vezetni, diktálhatja a tempót ennek a erős mezőnynek.
Jó jött el bent a falon az egyik nagy favorit, Zséda, jó jött el Timo K. RL is, a folytatásban pedig Urzulina, Disney HR, Tengelic és Beatriz Galindo éti a további sorrend. Amikor a túloldalra ér a csapat, akkor továbbra is Protecta Ferm az, aki diktálja a tempót egyelőre nagyon könnyedén, 2-3 hosszal, de hát nagyon messze van még a vége. Zséda ott tüget mögött a második pozícióban, aztán érkezik Timo K. RL, kicsit visszalassítanak a tempón, úgyhogy megindulnak kívülről néhányan, elsősorban persze Disney HR, aki gyorsít, és Disney HR a túlsó egyenesben el fog most már egyedül menni vezeti, vagy legalábbis felüget a vezető Protecta Ferm mellé. Protecta Ferm, Disney HR, Zséda és Timo K. RL. Ez most a lovak sorrendje, amikor kanyarozik a mezőn, és azért Protecta Ferm nem engedi el egyelőre az ellenfelet, Disney HR-t, úgyhogy jelentősen felgyorsul ennek következtében a tempó. A vezető kvartett igencsak ott hagyja a többieket, Urzulin azért próbál rájuk tapadni, vagy visszajönni, Tengericer is ugyanez a helyzet, a sort változatlanul Beatriz Galindo éti zárja. Belül Protecta Ferm, mellette kívül Disney HR, tovább is ez a sorrend, amikor még egy bő kör 1300 méter hátra van a nap főversenyéből, az 1000 jó díjból. A legnagyobb favorit, az idén először futó Zséda, ott van mögöttük a harmadik, negyedik helyen osztozik Timo K. RL-lel, és a szintén idén debütáló Urzulina egyelőre közeli ötödik. Belül vannak most már az utolsó körön, kívül a Disney HR egy kicsit előrébb látszik most már, mint Protecta Ferm, de egyelőre még azért Protecta Ferm próbálja tartani hát a kedvező bívet, a belső pozíciót. Kérdés, hogy meddig bírja ezt megtenni? Protecta Ferm, Disney HR, Zséda, Timo K. RL, Urzulina abszolút csatlakozott hozzájuk, és ugyanezt most már megteszi Tengeric, Beatriz Galindo étinek van velük szemben egy jó 3-4 hosszas hátránya. Protecta Ferm van belül, most már azért őt egy kicsit kell piszkálgatni, könnyebben jönnek nála a favoritok, elmegy mellette Disney HR, ki tud valahogy bújni ki préselő Akatos Csaba falról Zsédát, úgyhogy nem akad fenn a favorit a fáradó ellenfélen. Disney HR, Zséda, illetve Timo K. RL, most már az első három, olyan Protecta teljesen elkészül az erejével, elmegy mellette Urzulina, ott van Tengeliz, a sor végére esik vissza Protecta Ferm, Beatriz Galindo étivel egyetemben. Hát az öt esélyes egyelőre ott az első öt helyen, méghozzá Disney HR vezetésével, akinek egy másfél hossza fúrja az utolsó 400 méterre fordulva. Nagyon könnyen azonban mögötte Zséda. Zséda rettenetesen jól tartja magát. Timo K. RL a harmadik, Urzulina pedig a negyedik, amikor a finishre fordul a mezőny, és Zséda kijön a falról, és ő fogja megtámadni azt a Disney HR-t, aki kezd fáradni egy picit, talán rontott is el lépés, Zséda elsétál mellette. Zséda rettenetesen erősnek tűnik már idei első versenyében, és az utolsó 100 méter ezével nem lehet kérdés, hogy ő fogja megnyerni az 1000 jó díjat. Zséda folytatja István a társainak remek mai szereplését, szériáját, és nagyon könnyedén győz. Zséda nyerő, Disney HR lesz mögötte a második, Timo K. RL a harmadik, Urzulin egy pici zsákutcába jutott a végén, így negyedik lesz majd, Beatriz Galindo éti az ötödik, Tengeric és Protecta Ferm pedig a mezőny végén. Start! Start, elindult a nap utolsó hazai verseny, ez a Kán Handicap. Jó jön el Uzsok, és jó jön el Szágú, hogy ők ketten tűnnek fel a frontba. Mögöttük Titus Livius és Vanádium Boy, kettő se látszik. Majd érkezik Solti Geri bent a falon, Sumi. Usain Bolt a játékosok nagy-nagy kedvence a mezőny második felében. Pinocchioval tulajdonképpen fej-fej mellett fordul majd az első egyenesre. Amikor a befutóra ér a mezőny, Uzsok könnyedén kézből diktálja a tempót, Uzsok mögött nagyjából másfél-két hossza jön Titus Livius, majd Vanádium Boy, és csak Vanádium Boy mögött jönnek az erősen játszott lovak, Szágú, Solti Geri, Usain Bolt pedig egyelőre csak a mezőny végén, Juhász Balázssal, előtte többek között Pinocchio, illetve Sumi, aki egyelőre remekül tartja a lépést a favoritokkal. Egy kör van még hátra, Titus Livius menet közben felügyetett a vezető Uzsok mellé. Belül Uzsok, mellette Titus Livius, majd Vanádium Boy, valamint Szágú párosa, folytatásban jön Sumi, illetve Solti Geri, Pinocchio, valamint Usain Bolt még mindig a mezőny végén, de nagyjából 20 méter lehet a hátrányuk a vezetőkkel szemben. Uzsok őrzi ezt a minimális előnyét a többiekkel szemben, tulajdonképpen a starttól fogva, starttól kezdve Titus Livius társaságában fordulnak a túlsó egyenesre. Vanádium Boy bent a falon mögöttük még mindig a harmadik, majd érkezik Szágúj, Szágúj mögött Solti Geri, Solti Geri mellett pedig bent a falon ott van Sumi. A sor végén Pinocchio most már, hiszen szép lassan talán Usain Bolt is megkezdi a zárkózást. Az eredményező tábla magasságában mindig belül azért Uzsok előrébb látszik, mint az öt folyamatosan támadni próbáló Titus Livius, Solti Gerivel most már a harmadik spurban Turgut Sándor, Szágúj van ott mellette, bent a falon Sumi, a háttérből Usain Bolt is most már begyújtja a rakétákat.
Uzsok félosztas előnnyel fordul az utolsó kanyarra. Uzsok mellett még mindig Titus Livius, Vanádiumból könnyen kézből jön, még mindig a falon. Szág úgy egyelőre csak ott a negyedik, ötödik helyen nem tűnik igazán frissnek, bár Solti Gerülő is ugyanezt lehet elmondani, ment a falon még mindig Sumi. A befutóra fordulva Uzsok egyelőre könnyedén tartja az ellenfeleket. Uzsok rettenetesen jól fut, nagyon-nagyon erősnek tűnik, az utolsó 200-al fordulva magabiztosan hagyja ott az ellenfeleket, nem lehet megverni Uzsokot. Angyal Andorra a startcélben sétál haza, szinte kicserélt lóként. Uzsok óriási stílusban nyeri a versenyt. Titus Livius lesz mögötte a második, az utolsó métereken kívülről Usain Bolt megérkezik. Ő lesz majd a bronzérmes, Vanádiumból a negyedik, Sumi az ötödik, és csak mögöttük Szágúgy és Solti Geri.